A charolais marha tenyésztése 1971-ben kezdődött hazánkban, a szikszói állami gazdaságban. A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete 1992-ben alakult meg a charolais húsmarha fajta törzskönyvezésére és teljesítményvizsgálatára, s a munka azóta is folyik. Az eredményeket pedig showbírálat keretében is bemutatják, egyebek mellett a hódmezővásárhelyi állattenyésztési napokon. The first time I'm coming angry. Először járok Magyarországon, és nagyon boldog vagyok, hogy ellátogathattam az itteni kiállításra. Nagyon jó charolais tenyészállományt láttam, a körülmények is jók, az állatok nyugodtak. Az állatok, amiket láttam, morfológiájukat tekintve megfelelnek a világ charolais típusának és a franciának is. Azt hallottam, hogy a magyarok megpróbálják ehhez a vidékhez igazítani a charolaist. Mik a különbségek? A charolais a világ minden táján alkalmazkodik az adott országhoz. Legyen az napsütötte vagy havas, hisz a charolaist a világon mindenütt tartják, tenyésztik. Itt Magyarországon üszőt és bikát is láttam jó morfológiával, amelyekből jó tenyészállat lesz. Láttam nagyon jól tejelő tehenet, így azt gondolom, hogy a magyarországi charolais tenyésztői munka jó irányba halad. Rendben, és milyen az ideális charolais? Hogy néz ki? Az ideális charolais körülbelül olyan, mint ez a bika. Egyensúlyban van, jó az izomzat és a csontváz, jó a fej, a hátvonal, jó a medence, jó a csontszerkezet. Szerintem a bajnok nagyon jól mutatja, milyen a jó charolais. Good bone. And I think the champion is a really good charolais type. A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete alapítói közül mindössze 5-en rendelkeztek húsmarhával, ma a számuk csak nem 250. Az 1700-as anyatehén létszám is ma már több mint 13 000. De a számokon túl is van az idén 30 éves egyesületnek mivel büszkélkedni. Hát arra vagyunk büszkék, hogy nagyon nagyot fejlődött a magyarországi charolais állomány. Egy meghatározója vált a magyar húsmarha tenyésztésnek, és Európában is úgy érezzük, hogy a francia ugye a verhetetlen is egyébként valójában az alapvető, ugye a fajta a hazáját képviselő tenyésztő egyesületek után második sorban azért úgy gondoljuk, hogy nagyon kellemes és nagyon biztos helyen állunk. Mi minden kellett ehhez? Milyen tenyésztői munka? Hát a tenyésztői munkát azért alapvetően a franciák megalapozták, tehát nem akarunk pápábbak lenni a pápánál, de azért azt gondolom, hogy ennek a fajtának az itteni klímához és a környezeti adottságokhoz való alkalmazkodásában nagyon sokat tettek a magyar tenyésztők, és ez egy kicsit már másabb fajta is, ezért örömmel jönnek ide ugye bírálni a franciák, és egy kicsit másfajta charolaist látnak, mint otthon, de úgy gondolom, hogy ez így helyes. Mennyiben más a magyar charolais, mint a francia charolais? Hát abban más, hogy egy kicsit azért röghöz kötöttebb, egy kicsit szilárdabb szervezeti szilárdságú, itt másak a környezeti viszonyok, és ezt érzékeljük is a beérkező importállatokból, illetve az itt tenyésztett állatokból. Ebből vannak ugye tenyésztői viták, és amik természetesen egészségesek, de azért úgy gondolom, hogy a kettőnek az együtt kezelése, és aztán az ötvözése hozza ki a megfelelő végeredményt.